csinálós múzsán és rendben csatlakozik ehhez az őrséghez. Itt az emberek az eszemben is így volt, előadásokkal, hozzápedagógiai foglalkozással készültünk. Megnyitottuk Szabó György Ferenc szobrászművész kiállítását, és bár amikor az időpontot megválasztottuk, nem volt benne ilyen tudatosság, mégis úgy érzem, hogy erről a rendszer sorozatnak a megkoronázása ez a mai délután a Mozikada Vinci kórusának a hangversenye. Rigói Vakar vezetésére. A Mozikada Vinci kórust a szolnokiak is már több alkalommal hallották, hiszen itt ugyan a Damjanich János Múzeumban még most először, de a Szolnoki Galériában, a Versenyi Könyvtárban, a Görög Katolikus Templomban már volt alkalmam megcsinálni egy táplázatos műsorokat. Nagy öröm mindig, amikor egy ilyen szépen ígérkező program előtt a múzeum hangulatos díszínvonalán egy kellemes koloniális napon állhatunk itt. Engedjenek meg nekem egy szubjektív kis megjegyzést ehhez. Az én szívemnek ez a mai délután azért különösen kedves, mert a kórus vezető Jerikó Éva az én gimnáziumi élettanárnő volt. A egyik meghatározó tanulmányegyenlőség az életemben, aki maga is korábbi verseny és gimnazistaként tért vissza az iskolájába, és a gimnázium falai messze túlmutató volt az a tevékenység, nem csak karvezetői, hanem a város kulturális életében is, amit neki köszönhetünk. A szakmai tudása, az elhivatottsága, az egyénisége, a magával ragadó vitalitása, ami még most is jellemzi. Nagyon sokat jelentett nekünk, felkarolta a tehetségeket, de nem csak ez volt az ő élme, hanem az is, hogy a hozzám hasonló, kevésbé jó hangú és jó hallásokat is megismertette a közösségek és nevét. És nem győzött el esemélyekhez is. Thank you.
beszélgetnem. Aztán mondhatok olyat, hogy Petőfi versekre írott például, trombonzavarosok dobszerek készen állva a sejjel előre, vagy és még nagyon sok más olyan Kudavári Tedeú, amit sokszor előadnak az 1849-es győzelem emlékére, és a Szárnyos Kutányokhoz, ugye, ahogy kérdezünk, Dávid királynak a Zsoltára, akik alusztjuk, hogy mennyi ellenség veszik körül, de ő nem vagyok. Minket is vesztek én néha ellenséget, de mi sem vagyunk magunkat. Sőt, mi jövünk. Igyekszünk már vidáman előre nézni. Thank you.
mindig is a jövőbe tekintett. Réges-régen követi a magyar népnek a kialakulását, a magyar népzene terjedését és a magyar életnek a gyermekezettességét. Bíztat, mindig bíztat. Kodálynak, ha van egy olyan történet, ami egy kicsit szomorú, akkor is a végére oda teszi. Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen, hogy mindenek ellen megtartottál éppen. Thank you.
sémát sorozatos ment a regényel kapcsolatban. Ugyanennek az idének volt egy híres költőnője, Krisztina Rossetti. Neki van egy ilyen verse, ami Rózsa címvel hallgat. Érdemes megfigyelni, hogy azért abban az időben, amikor még a nők nem fejezhették ki szabadon az érzelmeiket, akkor kerestek valami megoldást, hogy miből ki lehetne ezt elfújtatni. És kitűnően megfelel a virág. Ugye egy szimbólum, még ma is használunk néha virág szimbólumokat, hogyha sokszor nem is gondolunk rá, hogy ez a virág vagy az a virág, minek a szimbóluma. Egy verset szeretnék felolvasni. The Rose. A szerelem lehet vadvíz, vagy egy bársonyos patak, mások szerint édes tenger, mely szívedből vér fakasz. A szerelem lehet vár is, soha szűnő fájdalom, szerelemből lesz a virág. A szíved fért megszakadva, nem felejti a táncot. Álom, fél az ébredéstől, nem nyeri meg a világ. Aki nem ott, nem kapcsol. Sem életet, sem szerelmet, mert a lelke fél meghalni, nem éri az életet. A éjszakádban magán nyomasz, a hosszú és meggyűtött, nincs sem gondol az, hogy a szerelem csak erősebb a gyűjtött. Gondolj arra, jeges télben, páncélban, a rózsán, tavaszinak, csókos,
villáns már keleselkedett. Benne a magasban dörgedelem, vagy dörgedelem lehet. Hétje lehet volt. Tükre megállod, nem mutatoknak. Hétje lehet volt. Jöjj be a házba, testbe már. Már esik is hét. Este az ég. És most az esőre össze. Szép. Egy évünk, mert utána már mit is mondani, de két napja törtek, hogy utána a vállalat.
kedvence ez a most következő mondatikát. Lásálta még Morgan. Egy kicsit így kezdődik, mint egy világhírű. Nehezebb lesz, hogy a világ.
Hiába boldogság, hiába felé, hiába a szép szó, ez a már hűséges volt. Én csalódom királyom, és akkor most egy köszönője alapján épülött korcsüket fogunk énekelni, ami arról természetesen arról szól, milyen szépek vagytok ti, leányok, főleg Jeruzsálem leányai, és hogy ugye, amikor meglátok benneteket, akkor olyan érzésem, hogy szinte olyan veszedelme csodálkoztak, amikor a rengeteg száz tót a seregek fölött, és ugye lopognak a szélben, és akkor a csapat megy előre, és aztán kéri, hogy ó, kedvesen, vedd le rólam a szemét, mert nem tudok mit tenni, parádok hozzá. Ezt fogalmazom meg, és egy nagy szöveget.
hogy a házak tulajdonképpen Örek-Finországban is, mert nagyon-nagyon tartják, járt Magyarországon, és nem tudtam kideríteni a valós helyzetet, mert valahol azt olvastam, hogy a második felesége talán magyar volt. Nem sikerült ezt hivatalosan kideríteni, mert hogy úgy kideríteni, hogy szerelet a figyelmet, azért mivel valami is plusz adat tartottnának szolgálunk, hogy megmondja, hogy is én is volt-e magyar második felesége, vagy nincsen. Hát akkor most ezt fog elhangzani, ez a vers Ékes Fényelben. Thank you.